napot kívánok! 2017. szeptember 14-e van, végeztem a lerakodással. Németországban, Firsthofen közelébe járunk. És hát itt van egy jóképű nagy erőmű tőlünk balra, de nekem van egy olyan érzésem, hogy ez le van állítva, ez nem működik. Nem sokára jobbra kell menni, de tényleg. Erről nagyon kihalt az egész. Meg nem tudom, olyan elhagyatottnak látszik. Sehol semmi mozgás. Elég nagy a gaz. Elképzelhető, hogy ezt leállították. Porta ugyan van, úgy látom, meg sorompó, meg világít a lámpa. De hát... Na, kicsit lejjebb is húzódhatnál, drága testvérem, mert én a jobb oldallal már súrolom, neked meg ott van még 40 centi. A jó a Isten áldja most, meg. Most, te kis kócos. A tükrök meg majd, hogy nem érintőre mennek egymástól. Én meg látom a jobboldali tükörbe, meg már éreztem is, hogy a jobboldali kerék már súrolja azt a szegélyt. Ő nála meg még ott volt, vagy fél méter, de lehet, hogy csak 40 centi. Hát, na. Hőj, micsoda truck ez! A Traktor Múzeumban láttam én hasonlót, és nézd meg, itt még húzza, vonja a pótkocsit. Ha? Ő is balra, én is balra, balról jön egy autó, és ügyesen megkerüljük egymást. Így, né. Csehországba kell menni rakodni. Errefelé voltam gyerek, és Woody Allen mondotta volt, hogy a szüleim nem igazán szerettek. Az egyetlen, amivel engedtek játszani a fürdőkában, az egy kenyérpirító volt. Meg azt is mondta, hogy amikor egyszer elcsavarogtam otthonról, a szüleim azonnal cselekedtek, kiadták a szobámat bérbe. Igen. Szóval Csehországba kell menni, és hát itt Passau után oda be a dombok közé, és akkor valahol ott át Ausztriába. Úgyhogy elég szép helyeken fogunk járni. Úgyhogy elképzelhető, hogy majd lesz valami kis zenés összeállítás is, mert nem tudok mit dumálni. Nem tudom szóval tartani a népet. Itt most éppen a Dunaparton kell haladni. Passau felé. Megérkeztünk Passau városába, és itt most át... A GPS-be dobjunk be egy 5000-est, ellenkező esetben nem szólok a következő utcánál. Itt most átmegyünk a Duna felett, a túloldalra. Valamikor réges-régen itt, ezen a részen jártam ezen az oldalon, de most itt az elmúlt... Olyan jó, én úgy szeretem ezt mondani, hogy mit tudom én, most menjünk balra. Az elmúlt néhány fuvar alkalmával itt a túloldalon érkeztünk, lent a Dunaparton. Lassan húzódj, jobbra kellene egy kicsit csalni. Üdülőhajók itt pihennek a Dunaparton. Nem tudom ki, hogy van vele, nekem tetszik. Passau. Jól néz ki itt a Dunaparti rész.
itt szembe fönt a szikla tetején az a házikó, az is nagyon csudi jó helyre épült, az igen. Hogy tudnak oda fölmenni? Lifttel? Vagy van valami lépcső? Az nem semmi. Nem semmi helyen van. Én eredetileg nem is akartam egyébként GPS-re. Én mobiltelefon akartam lenni, mint mi mindannyian egyébként. Kínai gyárban, tudod, délelőtt gyártják a Sony-t, délután kicserélik a matricát JVC-re, aztán este Beijing-ében ugyanazt gyártják. Csak a szürke sasszival is fel annyiba kerül. És akkor én ebben a sorozatban voltam, de azt ne zavarjuk, hogy egész más van rámírva. Tudod, ezek a címkézők, na mindegy, hagyjuk. 30-as tábla van, de minek? Hát lelassítok, mert ha tábla van, akkor lehet, hogy trafipax is van. Valószínűleg itt a híd felújítás miatt van ez a 30-as tábla. A környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk. Igen, de előtte átmegyünk itt a szikla alatt. Majd itt megyünk jobbra. Ha szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. De nem akarok zavarni, csak kérdezem, hogy miért nem jársz tömegközlekedéssel? Mert én nézegetem az útvonalakat, és ezen remek buszokat tudnék ajánlani. Hát itt van jó néhány üdülőhajó kikötve. Az igen. És még arra lejjebb is lesz egy hely, ahol ilyen kikötő van üdülőhajóknak. Na jó, múltkor egyik fuvarnál itt kellett balra kanyarodni be a hegyek közé. Azt utána egy másik fuvarnál meg itt jöttem tovább egyenesen, de azt hiszem akkor még reggel volt sötét. És utána sok mindent nem lehetett látni. De így most lehet látni a Dunát. És a túlsó part az Ausztria. A túlsó partja az Ausztria. Hiszen majd, ha bár itt valami városon át kell menni, majd ott is még bekapcsolom a kamerát, mert az is ott elég jól néz ki, érdekes hely. Utolértem egy traktort, és talán ez lesz az a település, Erlau az a neve. Amint keresztül kell menni, és aztán ott még esetleg mehetnénk lassabban. Ja, mert ez a traktor megy, mint állat, megyünk 55-tel. Ha-ha! Tolja neki, ami a csövön kifér. Ugye a távolságtartó tempomat meg megy utána. Visszalassítottam 50-re. Na akkor lehet, hogy mégsem ez az a település, ahol volt egy kis flikflak. Nem ez az. Na akkor majd újra kapcsolódok. Micsoda szörnyeteg jött itt szemből. Az igen. Valami. Nem is tudom. Krumpli szedő? Vagy nem tudom, mi lehetett ez. Itt érkezünk, és nem tudom a város nevét. Na majd talán kifelé menet a város vége táblánál lehet majd látni. Hát ez itt egy nagyon óvárosi rész. Na nagyon jól néz ki.
tricikli, azt hiszem így hívják ezt a háromkerekű szerkezetet, hogy tricikli. Hoppá, igen, ő már látta, hogy onnan is érkezik valaki. Köszike, ügyike vagy. Meg, hogy én innen érkezem, és természetesen, hát ez mindig így szokott lenni, hát hogy legyen. A kanyarba találkozunk, hát hol találkoznánk? Hát véletlenül se az egyenes úton, nem, a széles úton, ahol elférünk normálisan egymás mellett, nem. A kanyarban. Ami ráadásul beláthatatlan, és már csak akkor veszi észre az ember, hogy jön szemből valaki, amikor már ott van előtte 5 méterre. Na de hát, ügyesen megoldottuk. Itt is napelemmel tele minden. Milyen szép a kert, meg a virágok, meg új, de jól néz ki. Itt elhagyjuk a Duna vonalát és megyünk föl a dombok közé. Már is látható lesz, hogy mi a helység neve. Oberzell. Igen, valami olyasmi volt most hirtelen, nem tudtam elolvasni, mert igazából előre is néztem. Kérem, fölmegyünk a hegyre. Itt megint itt van az Umleitung, mint amit a múltkor is már bemutattam néhány fuvarral ezelőtt. Itt van egy terelőút. Na, jó, ott meg ügyesen megállt a emelkedőn, csak azt nem tudom minek. Ugyanúgy meg a szőkenő avokondot. De hát rendes tőle így. Sokkal egyszerűbb volt, és innen gyönyörű szép kilátás nyílik a környékre. Nem is baj, hogyha itt el vagyunk terelve egy kicsit. Majd itt lesz egy olyan szakasz, ami eléggé keskeny, és ott nem kéne, hogy szemből jöjjön nagy autó. Hát remélem nem is fog. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy. Remélem, hogy nem is fog jönni szemből senki. De biztos vagy benne, hogy te is. Nézem, ne aggódj, ne tekerd a kormány. Idegeskedj, hagyjál békén. Majd nem balra, majd. Majd igen, ott az utca végén megyünk balra. És ha jól emlékszem, ott lesz az a meglehetősen szűk utca. Egy, tudom én, 100 méteres szakasz. Ami meglehetősen keskeny. Nem most, te kis kócos. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Nem. Itt megyünk el balra. Leértem a térképet, de szerintem balra. Utána balra megyünk. Jobbról senki, balról senki, úgyhogy meg se kell állni. Ez a szakasz, akkor lehet, hogy az máshol volt, mert ez... Á, igen, na, hát persze, hogy a kanyarba találkozunk. A másodiknál fordulj balra. Na, nem volt olyan vészesen szűk ez a szakasz, de... kienged, mert be akarna fordulni ide. Akkor nem ez azért volt. Azért isznom, ízike, jobbra megyünk ízébe. Nem jól emlékeztem. Arról senki. Így mi. Elnézést csak. Erre felé voltam gyerek, és Budi ellenmondotta volt, hogy a szüleim nem igazán szerettek. Az egyetlen, amivel engedtek játszani a fürdőkában, az egy kenyérpirító volt. Meg azt is mondta, hogy
Ja. Csak óvatosan a gázpedállal. A szemből targonca, vagy mi az? De nem, rakodógép, vagy mi ez? Földmunkagép. Német hegyi falu, vagy mi ez, ahova érkeztünk. Hát ez is jól néz ki. Itt merre kell mennem? Aha. Hát arra felé kell mennem. Ezen a részen még nem igazán jártam, legalábbis nem emlékszem, hogy jártam volna erre. Na, itt megint egy jó kis szűk kanyar. És személyautó érkezik, még tiszta szerencse, hogy személyautó érkezik. Bocsánat, kezét csókolom, most nem állok meg ezen az emelkedőn, mert... És egyébként nem is volt gyalog átkelő hely, habár ilyen útkereszteződésszerű dolog volt. Gyere! Gyere, az a legjobb, hogyha eljössz és aztán itt kikerüljük egymást. Gondolnám én, hogy kollega ott lent lassítani fog egy kicsit, és akkor így szépen kikerüljük egymást. Gyalogosokat nem kéne elgázolni a járdán. Ja. Szépen, nagyon kedvesek vagytok. Mögöttem meg jön még vagy három teherautó. Milyen jól néz ki ez a tégla, téglavörös, vagy milyen színű épület ez? Vagy inkább narancssárga, nem is tudom. Milyen szín volt ez. Lovacskák. Nagyon szép a kilátás. Na? Hát lépünk Ausztriába, nézd már oda, ott van valami tábla, amit a határoknál szoktak kirakni, onnan még 1 kilométer a határ, igen. Úgyhogy akkor itt rövidesen átlépünk Ausztriába. Hát itt is vannak ilyen kivágott fák, vagy feldarabolt fák, láttam egyet-kettőt, lehet, hogy a vihar errefelé is pusztított, ami a jó múltkori videóban lehetett látni ott Passau környékén, fönt a hegyen. Ott azért elég komoly mennyiségű fát kidöntött a szél. Itt nem látni ilyen fa gajakat, meg itt volt egy kidőlt fa, vagy letört fa. De tessék, itt meg már a határhoz érkezünk. Legalábbis ez a baloldali parkoló valami olyasmit sejtett. Igen. Igen, itt a határ átkelő. Megérkeztünk Ausztriába. Kérem, rakodás megtörtént, és most vagyok a cseh-osztrák határon, mindjárt átmegyünk Ausztriába.
micsoda öreg teherautó ott jobbra. Nem is tudom. Nem is tudom, mi volt az. Hasonlított a Csepelhez, de nem az volt. Na, megérkezünk Ausztriába, és hát Németországon keresztül kell menni Franciaországba. Marseille-be lesz a lerakás, és hétfőn reggel kéne odaérni. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. Remélem, sikerülni fog. Jó reggelt kívánok! 2017. Mi van ma? 9. hónap 15-e. Megyek Brenner irányába. Most még Németországban vagyunk. És mint látható, a hegyek közé beszorult a felhő. Hát ilyet még nem láttam, de nagyon jól néz ki. Óriási. Olyat már láttam, hogy a hegytetőn ott a felhő stimmel. De hogy így a hegyek közé beszorult volna valami, azt nem láttam. Na, mindjárt beljebb megyek egyel, ha nem enged be ez a csávó. Beenged? Beenged. De rendes. Mégiscsak köszike, aranyos vagy. Nem tudom, van-e itt előzési tilalom, de majd mindjárt meglátjuk. De nem emlékszem rá, hogy lett volna előzni tilostába. Ez meg most kezd el gyorsítani, de ügyes gyerek. Egyem a kis szívedet. Nem mindegy, most már megpróbálom leküzdeni őket. Na, szóval tök jól néz ki ott a hegyek közé beszorulva az a felhő. Érkezünk a hegyek közé, és ez is nagyon-nagyon jól fest. Ez az Európa Brücke, Európa híd, amin éppen sikerül áthaladni, szépen lassan. Itt valami nagyon jól megrakott kamion mehet elől, 40-es tempóval ballagunk fölfelé. Egy korábbi videóban egyszer megálltam én itt ennél a parkolónál, és fölmentem oda a kilátóhelyre. Hát nagyon szép, csodás, mindenkinek tudom ajánlani, aki erre jár. Na, nézd meg, itt már nincs is emelkedő szinte, és még mindig nem megyünk, még mindig csak. Még lassabban is kellett menni. Szóval onnan csodás kilátás nyílik itt a környékre. Na, nézd meg, mi van itt, gyerekem? Meg fogunk állni. Na, ez a konténeres megunta, feladta a harcot. Én meg bekapcsoltam a távolságtartó tempomatot, aztán majd az elektronika intézi, hogy haladunk. Tartjuk a maximális követési távolságot, és szépen ballagunk, haladunk fölfelé. És mint látható, a hegyen
imittam ott már hó látható. Tegnap előtt itt eléggé nagy mennyiségű csapadék esett, ahogy hallottam. És úgy látszik ott fönt a hegyen már hó formájába. Nézd meg, hát már 30-al megyünk. Ezt nem hiszem el, és nincs is olyan komoly emelkedő. Azért ez nem egy olyan hű, de komoly emelkedő, na. Vagy lehet, hogy ez a kamion most dőlt ki itt a sorból, amelyik idefélyre állt. Most viszont már gyorsítunk. És itt még mindig minden zöld. Nagyon jól néz ki. De rég nem jártam erre felé. Na tessék, előzési tilalomnak vége, úgyhogy ezt a csábót ezt le kell nyomni, mert ez itt emelkedőn alig-alig bír bánszorogni fölfelé, utána meg megy 70-nel, meg ilyenek, és most nézd meg. Most azért... De azért csak-csak utol lehet érni, mert itt sem. Itt sem tud valami nagy lendülettel haladni fölfelé. Ja, hát igen, jó. És feladat teljesítve. Ott tőlünk jobbra eléggé fehérek a hegytetők. Itt szembe pedig sípálya látható. Sífelvonóval. De még egyelőre használaton kívül. Még az se kizárt, hogy majd télen használat közben is látni lehet. A Brennerhágónál itt viszont már elég jó kis havazás volt az elmúlt napokban. Ott már fehér a hegytető. Lehet, hogy itt előttem halad a tartálynak van ilyen gázolaj szaga, vagy mi van itt? Nálam történt valami, olyan gázolajszagot érzek, hogy na csak. Vagy nem is tudom, nem is gázolajszag, inkább valami olyan gázos, gázszagot lehet érezni inkább. Mármint ilyen kis pára pamacsok formájába, ahogy gondolom a fűről, fáról, egyéb helyekről kezd párologni a víz, a nedvesség, ahogy süti a nap, az szépen száll fölfelé, és majd lesz belőle felhő. Fűre még rá is lett volna fagyba, az igen, 3 fokot mutat a hőmérő, most nézem, gyerekek. Öhő. Na és itt tőlünk jobbra, itt meg a szikla. A szikla is olyan vizesnek tűnt, lecsapódott rá a pára, vagy nem is tudom. De jól néz ki.
nem sokára az osztrák-olasz határhoz érkezünk. Még néhány kilométer. Megérkeztünk. Itt van az osztrák-olasz határ. Itt mi? Na, innentől már Olaszország. Azért érdekes, hogy itt a hegynek ezen az oldalán van a határ, nem a hegytetőn, a hegygerincen. Érdekes. Alagút olasz oldala. Mennyi mozdony van itt? Innentől viszont már lefelé megyünk szépen a hegyek között. Lefelé jó hosszan, sok-sok kilométer hosszan. És itt 2 fokot mutat a hőmérő. Hogy nincs meleg. Az a helyzet, hogy nincs meleg. Működik a felvonó. Na, valami hasonló kabinokat hoztam én a múltkor, ami ilyen felvonóhoz alkalmaznak. S itt lefelé 60 km per órás sebességkorlátozás van, elég hosszan. És célszerű is betartani, mert itt nagyon aktívak a rendőrök ezen a szakaszon. Szembejövő oldalon láttam is egy kollégát, ki volt terelve egy ilyen öbölbe, és a rendőrbácsi éppen ott nem tudom mit egyezkedett vele. Úgyhogy előttem haladó kollega szépen 60-nal megy, ő micsoda öreg autó. És így én is szépen 60-nal haladok lefelé.
balra hóágyú gyár látható. És hát ott szembe fönt a szikla tetején, ott meg valami kolostor, vagy nem tudom én micsoda, de nagyon csodi jó helyre épült. Aha, és innentől pedig len 60 km per órás korlátozás teherautók részére. Úgyhogy itt elkezdtem a lassítást, de ezt is célszerű betartani. És innen szépen 60-nal haladunk lefelé egészen Bolzánóig, azt hiszem tán Bolzánóig van ez a korlátozás, ami nem is tudom hány kilométer. Gyönyörűséges helyen haladok továbbra is, és hát ott szembe fönt a hegyoldalba, hát az sem egy piskóta épület. Azt ott megépíteni, az is szép baleset lehetett. És sajnos itt ezekben a félreálló öblökben mindenhol ott van a várakozni tilos tábla, úgyhogy itt nem szabad megállni, mert a rendőr itt is molesztálja az embert. És most már lassan majd meg kell állnom, mert vége felé jár a vezetési időm. De hát van itt majd pár kilométerrel odébb egy parkoló, mert egy parkolóban már félrementem, de hát egy darab hely nem volt. Mondjuk Olaszország nem arról híres, hogy hatalmas nagy parkolói vannak, így az autópálya mentén, fene vigye el. Itt is volt vagy 10-12 kamionnak hely, és fullon volt. Jó, az egyik kamion helyén egy lakókocsis állt, aki igazán állhatott volna a személyautóknál is, de hát mindegy. Akkor meg annak a helyén is állt volna egy másik kamion valószínűleg. Fönt szembe a domboldalon vagy hegyoldalon pedig szőlő ültetvény. Hát azt sem lehet egyszerű megművelni. Valószínű azért van ez a sebességkorlátozás, arra tudok tippelni, mert hogy itt végig ilyen fölüljárószerűen megy az autópálya. Úgyhogy maga a pályatest az lábakon áll, és valószínűleg emiatt van a személyautóknak 110, teherautóknak meg 60. Hát a nagy magas hegyekről már lejöttem. Itt lent mindenhol gyümölcs, alma, szőlő, meg nem tudom én mi mindenféle. Lehet, hogy tán még nektárin vagy őszi barack is van, de leginkább szőlőt látok meg almát. Ilyen nagy-nagy síkság, több 10 kilométeren keresztül, vagy talán még tovább itt a hegyek között. Hát itt is vannak azért még elég szép magas hegyek, meg sziklafalak, meg egyebek. Itt
már 16 fok a hőmérséklet. Még a napfényes Itáliához képest ez sem olyan hű, de meleg, de nem is baj, hogyha nincs 40 fok. Ezt én annyira nem bánom. Csoda jól néznek ki ezek a nagy sziklák. Valamikor réges-régen gondolom én valami folyó, nagyobb folyó lehetett itt. De most is van itt folyó a gát mögött, csak ugye most már nem olyan nagy, mint amikor esetleg ős időkben lehetett. A csoda tudja, hogy hogy volt. Valami van a pályán. Lerobbant valaki? Aha. Úgy néz ki, igen. Kicsit beljebb húzódok. Igen, kamionmentő már rá is akasztott. És vinni fogja. Van az a zajvédő fal, tulajdonképpen valami olyan funkciója lehet, ami napelemekből van megcsinálva. Hát ez itt van már, mióta én erre járok, azaz 2008, annak idestova 9 éve, ez már akkor is itt volt. És ott a végén volt egy kijelző, egy ilyen világítós kijelző, ami mutatta az adatokat, hogy mennyi energiát termelt, meg mennyi széndioxid kibocsátást spóroltak meg ezzel, meg stb., de az eltűnt. Itt volt ezen a végén, és nincs. Ott a beton talapzat az megvan, meg ott a kábelek is lógnak. Nem tudom, hogy egyáltalán, hát csak-csak üzemel még, mint napelem. Szerintem nem hiszem, hogy leállították volna az energiatermelést, csak ez a kiértékelő rendszer lehet, hogy elromlott. Hát itt már igen a vége felé járunk. Mennyi van még? 45 kilométer, és le kell térni a pályáról. Úgy látom, itt megint valami műszaki hibás jármű lehet? Vagy pedig len csak elfogyott a vezetési ideje, de hát az... Itt ezen az autópálya szakaszon ez nem megengedett, hogy itt a pálya mentén ilyen öbölbe állva vegye ki valaki a vezetési szünetet. Lehet, hogy azért is állt mögé az autópálya fenntartónak a kocsija. Na kérem, ez áll a követési távolság. Na most már azért lemaradt egy kicsit a figura, de hát na, ott ment mögötte vagy 3 méterre. Éber őrei, úgy látszik, hogy itt valami ellenőrzést tartanak. Már ilyet is rég nem láttam Olaszországba. És ott messze távolban látszanak azok a hegyek, oda fogunk menni a hegyekbe. Érkezünk itt a hegyekbe, és van még ugyan 45 percnyi vezetési időm, de kinézek én ide ebbe a parkolóba,
és ha van hely, akkor megállok én itt. Aztán majd holnap reggel elindulok tovább. Vagyis hát nem is reggel, hanem hajnalba. Ha nincs hely, akkor megyek tovább, mert mint a tábla mutatta, 12 kilométerre van a következő. Na hát van hely. Ez itt a buszok helye, és ott mellette van hely. Van hely. Így hát akkor itt én megállok. Újra tervezek. Unom ezt az egészet. Én innen nem megyek sehova. Majd hajnalba. Hajnali 2 körül fölkelek, aztán megyek, mert 45 órányi pihenőnek meg kéne lenni. Gurul hátra, kézizség behúz, nem gurul. Úgyhogy itt megállok. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 2017. szeptember 16-a van. Hajnali 2 óra 9 perc. És hát, hogy miért kell nekem ilyen kora hajnalban elindulni szombaton? Hát van még 2 órányi vezetési időm. A 2 heti 90 órából. És viszont oda kéne érnem hétfőn reggel 8-ig Marseille-be. Úgyhogy most még ezt a 2 órát kihasználom és elmegyek. Nem tudom én hány kilométert, egy olyan 150-et talán sikerül majd elmenni, meglátjuk. A... Székrekedésed van, fingom sincs. Az olasz-francia határig, Ventimigliáig tervezem. Ott van egy jókora nagy parkoló a határnál, ott elvileg lesz hely. Sajnos ebből a gyönyörűséges tengerparti részből nem lehet majd látni semmit, ugyanis hát sötét van. Most itt egy jó magas viadukton megyek keresztül. És aztán alagút, alagút hátán, meg alagút után viadukt, meg ez a szakasz következik, de hát sajnos semmit nem fogunk belőle látni. És esik az eső könyörtelenül. Ja, oké, közel mentem a vonalhoz. Na, ennek itt most mi baja? Ja, hogy a sebességet, sebességre figyeljünk oda, igen, 60 km per óra megengedett a teherautóknak. Na hát, ha lesz valami érdekesség, akkor majd jelentkezni fogok. Hát remélem semmi nem lesz az elkövetkezendő 2 órába. Megérkeztem Ventimigliába. Újra tervezés. Jó, Laci újra tervez. És itt van az autóportó. Autóportó felirat. Ugye az autóportó az ilyen vámterületszerű valami. Régi vámterület. És hát ilyen kamion parkoló egybe, de hát ajajaj. Gyerekek, itt eléggé egymás hegyén hátán állnak a kamionok. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára.
számtalan ez a csáv. Hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, nem. Hogy azt hittem, hogy hozzám, majd utána hozzám szalad, de nem. És többé már nem is megyünk 30-an. Na jó, hát itt kell valahol egy darab parkolóhelyet találni. Abba reménykedtem, hogy itten hajnalra csak-csak elmegy valaki. És aztán marad utána egy üres hely. De biztos lesz itt valahol majd hely. Majd mindjárt körülnézek itt a nagy éjszakába. Na hát ez egy elég nagy parkoló, elég nagy helyjel, elég sok helyjel. Elmegyek itt erre balra. Újra tervezés. Balra, hátra felé. Aztán megnézem, hogy hát ha ott van valami hely. Na jó van. Remélem sikerül. Na, üdv mindenkinek, itt sikerült megállnom, még szombat hajnalba. Most meg elindulok egyet csavarogni. És hát ez az a pillanat, amikor azt szoktam mondani, hogy még a villanypoznán is kamionok parkolnak. Hát érdemes megnézni, itt már tényleg minden talpalatnyi helyen, ott a kék Scania mögött is van egy másik kamion. Itt kérem végig, két sorba egymás mellett. Dugig, mondhatni, hogy fullon van a parkoló. Na, elmegyek egy kicsit csatangolni Ventimigliába. Mondjuk jártam már korábban bent, de most ismét bemegyek. De eléggé fúj a szél, megpróbálom takarni a szélzajt. Mármint a szelet, hogy ne legyen szélzaj. Nagyon klassz helyen van ez a város. Ez itt a folyómeder. És hát onnan jöttem, ott van a kamion parkoló, úgyhogy elindulok a tengerpart felé. Eléggé fúj a szél, na hát nem baj, ez van, legalább nem pusztul meg az ember a melegtől. Ez itt az autópálya. És hát az autópálya felüljáró alatt itt is van hajléktalanok, és mint látható, ott vannak berendezkedve az első komolyabb esőzésig, vagy áradásig, vagy nem tudom. Hát igen. És hát elég lehangoló itt a környék, tele szeméttel minden. Itt is, ami nem kell, fogják, aztán itt kidobálják, kész, nesze ott vannak-e. Hát nem tudom, hogy itt lakik-e valaki, vagy mi van itt. Elég érdekes ez is. Azt mondja, hogy gyalog, ne menjél arra, mert veszélyes, de hát most mit csináljak, merre menjek? Vagy ide nem lehet bemenni gyalog, mert építkezés van, vagy mi van? Na mindegy, hát én itt óvatosan elmegyek errefelé. Igen, hát itt jönnek az autók. Emlékeim szerint itt majd lesz egy sportpálya valahol. Ezek ilyen hétvégi vigyillók, vagy nem is tudom mik ezek, ilyen weekend telkek, vagy minek mondjam.
valami olyasmi lehet. Na, jól emlékeztem, itt van a sportpálya. És elvileg ezt a sportpályát itt ebből az irányból meg lehet kerülni. Na, remélem úgy is lesz. Nem kell visszafordulni, hanem ott el lehet menni gyalog tovább. Na, hát, úgy néz ki, hogy itt a vége, itt az utca vége, de itt errefelé meg rendesen ki van taposva. Úgyhogy fölmegyek én itt a... Hú, a mindenit. Beleakadok ebbe a nagy növénybe. Ide a gátra föl lehet jönni, és akkor itt megyek tovább, úgy látom, itt elég jól ki van taposva. Azt nézd, micsoda kaktuszok vannak itt lent, de jól néz ki. Kaktusz, meg kis pálmafa, vagy mi az, teljesen jó. Ez itt a teniszpályák. Na, kérdés, hogy hova jutok, na majd meglátjuk. Igen, itt egy vasútvonal megy, de ott lent meg úgy látom, hogy lehet ott a növényzet alatt át lehet menni a vasút alatt. Haha, micsoda. Remélem, hogy semmiféle hajléktalan szállásra nem jutok el. Vagy nem veszik zokon legalábbis, hogy én itt kóborolok. Hát ja. Lejöttem a folyómederbe. Na, visszafelé lehet, hogy nem erre fogok jönni, hanem a másik úton. Na, majd meglátjuk. Minden esetre irodai szék az már van. És itt vagyok lent a folyónál. Szuper, valakinek itt a cipője. Ja. Nem vagyok benne biztos, hogy én teljesen jó felé megyek. Mármint az irány az jó, csak nem tudom, hogy innen hogy fogok feljutni a civilizált övezetbe. Na, majd meglátjuk. Hát minden esetre itt megyek tovább, aztán csak lesz valahol valami lehetőség felmenni. Hoppá, ott valami négy lábú szalad. Igen, hát ez... Én patkánynak nézem, de elment oda a bokrok közé. Na, hát itt véget ért a tudomány. Ez itt valami víz, a vezető csatornának a kijárata. Ott arrafelé már nincs tovább út. Itt egy bevásárlókocsit hozott ki a víz. Az nem semmi. És hát erre tovább, hát itt... Na. Nem úgy néz ki, mintha valami gyakran látogatott ösvény lenne. Hogy lehetséges, hogy nekem innen vissza kell fordulni. Hát igen, sajnos itt... Ebbe a dzsumbújba én nem megyek bele, úgyhogy irány vissza. Hát ezt itt sikerült lebontani, ezt a tükröt. Érdekes. Na, visszajöttem, megkerültem a sportpályát a másik irányból. Elég komoly kutyaugatást hallok itt bentről, úgyhogy lehet, hogy az valami kutyamenhely, vagy nem is tudom, mi lehet. És itt lehet átmenni a vasút alatt. Azt mondja, hogy 1,5 méter magasság korlátozás. Ehhez képest én vagyok 1,80.
és hát még itt a széle felé is elég könnyedén átférek. Úgyhogy azért kamionnal nem kéne erre jönni, az biztos. Na itt a következő, és nézd meg, jönnek az autók egymás után. Erre viszont az van kírva, hogy 1,80, és ez, hát igen, átférek ugyan alatta, de éppen hogy. Szerencsére most nem jön szemből senki. Na végül is átjutottam a jó oldalra. És itt látható, itt jártam én az előbb, és ott a hídnak, azoknak a lukaiba, a lukakot láthatók, ott laknak bent az emberkék, onnan jönnek. Az előbb is ott jött kifelé egy fiatalember. Úgyhogy nem gondolnám, hogy túl jó helyen voltam, úgyhogy sokkal jobban érzem magam itt a falnak ezen az oldalán. És itt pedig len elénk tárul a város, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hát ez sem túl szívderítő látvány, eléggé lepukkantak azok az épületek ott a hegy oldalba. Sajnos pont szemből süt a nap, de azért úgy nagyjából látható, hogy hát nem mai építések. És nem is túlzottan gondozottak, nekem az az érzésem. Hát itt már rövidesen lent vagyunk a tengerparton, vagy legalábbis annak a közelébe. Piszakul fúj a szél, és össze-vissza fúj, hol jobbról, hol szemből, hol balról. Nagyon össze-vissza. Na nézd már! Olyan színe van a busznak, mint a budapesti busznak. Hát, vagy ha nem is pont olyan, de hasonló. Na innen talán látható volt, hogy ezek a régi épületek mennyire el vannak hanyagolva. Hát ez is jól néz ki. Hát itt errefelé már valamivel jobban néznek ki a házak. De félelmetes helyre vannak ezek építve itt egymás fölé, ez szédületes. És ott lógnak kint az ablakba a száradó ruhák. Óriási. Ho-ho, azt nézd meg, micsoda Fiat. Micsoda Fiat. Polszki Fiatot erről mintázták, ennek a Fiat 125S. Ennek a licensze alapján csinálták a Polskit. És ami nekem volt Polski Fiat, az még kormányváltós volt, gyerekek. Ez már ott van középen a váltó. Az enyém az még kormányváltós volt. És egész jól egybe van. Ahhoz képest, hogy Fiat, nézd meg. Nem nagyon lehet látni, hogy hát itt a sárvédőnél, meg itt hátul azért látható némi javítás, de hát ez van már, vagy 30 éves ez a jármű. Az biztos. De
A jobbos tükör nincs rajta, de az szerintem gyárilag nem is volt rajta. Na, ott messze távolban lehet látni a tengert, úgyhogy mindjárt ott vagyok a tengerparton. Fürödni nem fogok, nem hoztam fürdő nadrágot, meg hát ilyen nem tudom, hogy mennyire jó még a tenger, de hogy fúj a szél, így kihagyom. És húj, úgy látom, hogy hullámzik is rendesen a tenger. Érdekes módon, hogy itt most a tenger felől fúj a szél. Ott beljebb meg a tenger felé fújt a szél. Hihetetlen, össze-vissza megy a szél. Szélirány. Itt ez már majdnem a tenger. Fölmegyek én erre a gyaloghídra, és akkor onnan körülnézünk. Ristorante pizzeria. Hát lehet, hogy én ide be fogok majd menni, és eszek egy pizzát. Tyú! Az igen. Hát most én nem megyek föl arra a hídra mégse, kinézek itt a tengerpartra, mert itt elég komoly hullámverés van, én úgy látom. Meg komoly szél, kukák fekszenek a földön. Ez derék, gyerekek. Aha, igen. Igen, erős szél fúj. Na, igen, igen, erős szél fúj. Itt valami emlékről látható, mondtam a hajósok emlékére. Majd, aki tud ilyen nyelven, vagy nagyon érdekli, az megfejti. 1915-18, akkor aztán az első világháború lehetett? Ja. Csíj! Viszont a fúj a szél. Itt pedig a második világháború elsei. Hát igen, igen, rá kell feküdnöm a szélre. Per óra körüli a szélerő. De lehet, hogy egy kicsit több. Pi! Az igen, jön a víz rendesen. Itt lent a parton már nagyon jó képű házikók vannak. Itt azért rendben van minden. És piszakul fúj a szél ott lent. Én azt mondom, hogy legalább 100-110 km/h.
Hát ezt az épületet viszont igencsak magára hagyták. Elég, lehet, hogy leégett talán? Nem kizárt. Na most jött el a pillanat, hogy átmegyek ezen a gyaloghídon. Megnézem, mi újság ott a város túlsó részén. Átértem a túlpartra. Itt nagyon szép rendezett minden. Valakinek itt van a kis virágos kertje. Jól néz ki. Hát bejöttem, itt vagyunk a vasútállomásnál. Itt is nagy divat a robogó. Rengeteg van belőle. Hát tipikusan olasz. Kisváros szűk utcákkal. Hát ott a vasútállomásnál a rendőrök meg katonák megszállták a terepet. És ott igazoltattak néhány színes bőrű fiatal, de hát úgy látom, hogy itt a szomszédos utcákban visszahúzódtak a fiúk, a rendőrök továbbra is ott voltak, de hát nem tudom, mi volt az eredmény. Na, visszaballagok én a kocsihoz, mert megnéztem ott annak a pizzériának az étlapját, hát én 10-12 euró környékén van a pizza, mondjuk egy 4 decis sör az 5 euró, úgyhogy nem olcsó, de elég drága. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kibírom én az autóig, nem eszek pizzát, ha csak nem itt útközben találok valami helyet, mert hát az ott lent a parton az elég frekventált. Na mondjuk itt fönt se, vasútállomáson elmentem. Bementem WC-re, 1 euró volt. Úgyhogy nem egy olcsó hely ez az Olaszország, legalábbis ez a része. Na. A komoly motorosok, óriási. Szuper. Na itt ezen a hídon átballagok. És aztán ott arra messze valahol, messze távolba látható hídnál van a parkoló. Úgyhogy oda visszamegyek, és mára ennyi, majd holnap hajnalba indulok. Megnéztem, hát elég érdekes helyre kell menni. Meg milyen szép tiszta a víz. Hű, valami eszeveszett erősségű szél kerekedett itt. Lettem kínálva rendesen mindenféle apró kavicssal, meg homokkal, meg mindennel. Hát ez kemény. Mondjuk ez most éppen hirtelen szinte semmi, de hát az előbb olyan erős szél fújt, hogy majd elvitt. Tenger felé fúj a szél. Hihetetlen. Ugye ezt mondtam, hogy
hogy össze-vissza, egyszer a tenger felől, egyszer a tenger felé. Nem is tudom, hogy van ez. Na mindegy, hát lassacskán majd visszaérek a kocsihoz, aztán ott a kamionban már nem fog fújni a szél. Eszetlen nagy szél fúj. De még mielőtt a szél elvinne, azt akarom mutatni ott fönt a hegyoldalba azokat a házakat. Hát nem semmi helyre épültek. Az igen. Nem tudom mennyire lesz látható a felvételen, de hát remélem, hogy jó lesz. Jó reggelt kívánok! szeptember 18-a van. Hétfő reggel, hajnal 3 óra lesz, úgyhogy itt az idő, indulás, szerencsére innen egy páran már elmentek. Látható azért még mindig eléggé kacifántos a helyzet itt a parkolóba, de már innen is azért elmentek egy páran. Újra tervezés. Oké, Laci. Csináltuk, úgyhogy jobbra tartasz. Na, majd nézem a táblákat is, hogy hogy kell itt menni erre felé. De itt ez... Már majdnem... Majdnem az olasz-francia határ. Na nézzük, csak azt mondja, hogy Autoporto A10, az kell nekünk, Niza. Niza és Ventimiglia. De hát nekünk leginkább Niza kell. Az autópálya. A10-es autópálya. Széle is telepasszos. Igen. Na, Bezső, ahhoz képest, hogy csak vásárolni indultál, milyen ez? Felmegyünk az autópályára. Megint ki kell jönni a szélére, mert itt mutatja ez a sárga-kék csíkozás a telepasszot. Megyünk fel az autópályára. Félsz mi? Forgalomban itt reggel 3 órakor. Ha? Ez igen. És nézd meg, itt a fizetőkapu előtt is parkolnak néhányan.
is eléggé zűrös a parkolási helyzet. Na hát rövidesen megérkezünk Franciaországba, innen néhány kilométer a határ, és aztán reggel 8 óra van megadva nekem lerakásnak. Hát néztem a Google Maps utcaképen, hát elég érdekes helyen van ez a lerakóhely bent a város belsejébe, úgy rendesen. Na majd meglátjuk, hogy sikerül ott nekem a reggeli forgalomba félreállni, meg hát meglátjuk. Na, érdekes lesz minden esetre. Na itt van Ni. Erre számítottam én, hogy reggel Marseille-be befelé lesz némi torlódás. És hát itt leszűkül az autópálya egy sávra, meg közben van még itt jobbról egy felhajtó. Hogy itt már várható. Közben megálltam azért egy 45 percnyi szünetre, meg főztem egy kávét. Mondom, nagyon-nagyon korán lett volna még, hát 8 óra helyett már valamikor 6 óra körül bent lettem volna. Úgyhogy most még egyelőre csak 6 óra 50 perc van. Ha minden jól megy, így is korábban bent leszek, mert innen már csak 15 km a lerakóhely. De aztán, ha ott beljebb is ilyen tempóval tudunk haladni, akkor lehet, hogy épp hogy odaérek 8-ra. Na majd meglátjuk, mi lesz itt. Itt már bent vagyok a városba. És hát a lehajtónál forgalmi rendváltozás történt a navigáció térképéhez képest, úgyhogy most... Mi lenne, ha belemennénk ebbe a körforgalomba? Most nem nagyon figyeltem. Szerintem a 4-es kijárat lesz jó. Itt most egy kicsit más... Más irányba kell menni, mint amerre igazából hozott volna. Azt mondja, hogy itt menjek ki, igen. Ja. Én eredetileg mobiltelefon akartam lenni. Lehet, hogy már meséltem. De igazából az a karrier. Vannak mobiltelefon ismerőségeim egyébként, időnként felhívnak, de egy GPS nem tud válaszolni. Hamarosan megyek, majd meglátjuk, hogy merre felé megy itt az útvonal. Idő, mint a tenger. 7 óra 4 perc van. Hopp, egy gyalogos volt ott a zebra túloldalán, de már igen későn vettem észre. Tessék, itt is köztisztasági dolgozó szedi a szemetet az utcán. Meg itt jobbra valami villamos remiz, azt hiszem úgy hívják, ugye az ilyen villamos javító műhely, meg garázs, meg egyéb. Nekem is valami hasonló öbölbe kell bemenni, mint ami itt le van zárva betonnal. Hát remélem, hogy nem lesz probléma. Ott valószínűleg felújítják azt az üzletet, ahova én viszem ezt a hűtőket, vagy átépítik.
Remélem, hogy az építkezés idejére nem zárják le. Mondjuk néztem az utcaképet, és ilyen cölöpök állnak ki ott az útpályából, és akkor azt le tudják onnan vinni távirányítással, valahogy behúzódik az útpályába, hogyha valaki illetékes oda be akarna jutni, akkor azt oda beeresztik ezeket a cölöpöket az útba, és akkor be lehet jutni, úgyhogy remélem, hogy most is úgy van, és akkor ott valaki beereszti ezeket a cölöpöket, hogy én be tudjak oda menni. Mert egyébként meg elég zűrös a hely, három sávos főút plusz buszsáv, és ott elég cirkuszosnak látszott ott. Olyan hülyén hangzik az, hogy enyhe Hányinger, így hallom legtöbbször, enyhén jobbra megyünk. Majd utána tarts jobbra. Cirkuszosnak látszott ott az utcaképen, hogy oda vajon hogy lehet megállni ott a közelbe, hol lehet megállni. Hát ahogy elnéztem, sehogy. Ha csak nem ott a szélső sávba félreállok, aztán majd meglátjuk. Enyhén jobbra, nem valami radikális dolog. Majd utána tarts balra. Nem, vissza, jobbra, jobbra. Na jó, van, jó lenne eldöntenéd, Laci, hogy merre. Valahogy így, mint ahogy itt ez a személyautó megállt. Én is kapcsolok egy elakadási jelzőt, aztán... Enyhén, majd jobbra megyünk, csak nem vágtam ki jól a szőrt az orromból. Hát tulajdonképpen itt nekem balra kéne fordulni, de az hogy megy? Ki kell mennem jobbra, és akkor onnan csűrni egyet balra. Enyhén, jobbra, zászló. Aha. Na jó van, akkor most már látom, hogy a busz hogy csinálja. Úgy csinálom én is, csak most nem férek oda be. Aha. Hát... Nem is tudom. Harmadik kiárat, az lesz. Én ide így keresztbe, aztán így jó is lesz ez. Ja. Na és akkor valahol itt van. Igen, igen, itt van nekem jobbra. Ja. Ez éltem, legboldogabb. Hí! A beteljesülés. Itt vagyunk. Ahol lennék? Hát ide kéne nekem jönni, ahol ezek a járművek itt ácsorognak. Na mindegy, én ide félreállok. Ja, azért ez jó volt. Neked tetszett. Már az egész utazás. Már érdekesen vezetsz, mindegy. De hogy itt vagyunk. Nem is gondoltam volna. Aztán a busz meg majd valahogy kikerül, vagy nem is tudom, mi lesz itt, gyerekek. Na mindegy, hát én itt megálltam, aztán, ja. Bejelentkezek, hogy itt vagyok, megjöttem. Mert itt most éppen egy másik kamiont raknak le. Hát ez szuper. Na, itt vagyok, és itt a fuvar vége. Na kérem, még nincs vége a fuvarnak, hát van itt kalamajka rendesen. A kamion végzett a kirakodással. Most jönne kifelé, de hát... Ott vannak a cölöpök. Hát az éppen hogy. A homlokfal meg lehet, hogy beakad a faágakba. Nem mindegy, jó. Talán kimegy. Akkor ugye ott van az utánfutós, az idehozott targoncát. Akkor mögöttem jön a busz. Meg mögöttem ott vannak a kis autók. Ja, na.
Most kijönnek. Kijönnek a furgonok, és akkor tudok én hátra menni, aztán bemenni oda a placra. Na,